valami irányítani a magáta. Jó, oké, tényez vannak. De mondd el ezt! PowerPoint karaoke! Jó ez széles sárba? Vágy. Na, érted. Jó, okay. Köszönöm szépen. Jaj, hogy éppen fogadni semmit, nagyon jó. Na, sziasztok, Németh Ádám vagyok, és arról szeretnék beszélgetni ma este, hogy mi kell egy jó térképhez, nyilván bizonyos ebből a termékek apropóján. Viszont ennek ellenére az idő hiányában, ha csak nem kérdeztek, nem fog tudni arról beszélni, hogy miközben a légszennyezettségnek a sztereó számítógépes képalkotáshoz, miközben a közösségi helyadatbázisoknak az AGPS működéséhez és a bázisállomások tipikus elhelyezéséhez, és miközben a PostGIS nevű PostgreSQL pluginnek a rosszul megírt SQL kezelésekhez és a történelmi helynevekhez, meg a általában GIF, a térképészeti export formátumokhoz. Hát miről fogok helyett arról, a térképészetről szeretnék beszélni. A térképészet pedig nem más, mint a UX egy nagyon speciális ága. Ezt Astrid Fasold mondta, aki a Nokia vezető térképésze, és sajnos ma nem lát itt. De nagyon nagy segítségemre volt az előadás összeállításában. És mivel a UX? Ezért a UX projektek általában úgy kezdődik, hogy definiáljuk azt, hogy kik a célközönségek, milyen use case-eink vannak, és hogy milyen kontextusban használják az adott terméket. És pont ezért nehéz egy globális térképet összerakni, mert hogy annak mindenkinek kéne lenni mindennek. Erre majd mutatok példákat, hogy mennyire nem tud lenni mindenkinek minden, és hogy ezt mindig csak közelíteni tudjuk. És hát miben különböznek a célközönségeink? Hát leginkább abban különböznek, hogy milyen járművel vannak. Tehát teljesen más térkép kell valakinek, aki gyalog közlekedik, aki biciklivel közlekedik, aki autóval közlekedik, és nem csak azért, mert más utakon közlekedhet jogilag. Például a tervezet, akkor kevesebb a részletfeldolgozó képességet, mert az útra kell figyelni, hogy elütöd a gyalogosokat. Az sem mindegy, hogy milyen sebességed, mert bizonyos sebességnél bizonyos terettárgyakat már nem veszel esetleg észre. Persze az sem mindegy, hogy milyen idős vagy, egyrészt mások lehetnek a kulturális elvárás, hogy másrészt össze nem bírod olvasni az apró betűket a térképen. És az sem mindegy, hogy akkor te most Budapesten vagy egy Budapest térképpel, és itt laksz már 15 éve, és csak valami részletre vagy kíváncsi, hogy ez az első napod New Yorkban. Úgyhogy mások az igények. Aztán az is van, hogy az legtöbb számítógépes programjelentésben a térképeknek nem mondják meg explicit, hogy mit keresnek. A térképek elsődleges feladat a tájékozódás. Na most tájékozódási pont lehet bármi. Az út szélessége, az utak találkozási szöge, a kihagyott tér, az épületek alakjai, az épületek színe, mindenféle cégélek. És hát ezt mindig ott a sarkon el lehet dönteni, hogy ez micsoda, de egy térképet, egy világtérképet általános szabályokat kell alkotni, és ez nagyon nehéz. Hát vannak azért olyan szabályok, például, hogy Európában a templom az általában magas tornyos épületet jelöl, ami mellett tök jól lehet autóval is tájékozódni. Igen ám, csak hogy vannak Budapesten olyan templomok, amik így jogilag templomok, meg fel is viszik a POI adatbázisban a templom, de valójában egy belvárosi lakás. Indiában egyáltalán nincsenek utcanevek, hanem szintén konkrétan beírják azt, hogy a zöld benzinkútnál kell balra fordulni. És Kínában a McDonald's-ot is elő tudják, hogy hol van, mint hogy hol van az a ház, ahol 15 éve laknak és ott születtek. Úgy utcanévileg. És hát vannak ilyen use case-eink. Például panaszkodtak a fórumon, hogy az egyetemisták panaszkodtak, hogy a régi térképen rajta voltak a campus épületek nevei, de igazából azon a pár ezer emberen kívül, aki arra az egyetemre jár, vagy konferenciát ad, vagy valami, senkit nem érdekel, hogy azoknak az épületek milyen nevei, ez az egyetem is kész. Akkor az ilyen gyalogos ösvényeket egy autós térképre teljesen felesleges feltüntetni, mert nem mehet rá, nem látja a fűben, és amúgy is messze van, viszont ha a Gellérthegyről le kell tévedni időre, mert jött egy telefonhívás, akkor nagyon jó, ha nálad van egy Gellérthegy térkép. Aztán az, hogy mit jelent a fő utca, az is változik, mert gyalogosként a Váci utca az nagyon is fő utca, mert Könyves Kálmán körülre nem mész ki, autósként viszont pont fordítva. És hogy egyáltalán hol van valami? Hát valami ott van, ahol be lehet menni, ugye? De gondoljuk meg azt, hogy egy plázának más a parkoló bejárata, meg más az utcafront bejárata. Tehát az, hogy a pláza bejáratánál, ez attól függ, hogy hogyan mész, akár metróval is mehetsz a West Endbe. Apropó metró. Nagyon jó, hogy azt mondom, hogy itt az állomás, csak az az igazság, hogy egy állomás területe akár egy 2-3 futballpálya méretű is lehet, és lehet 10-15 kijárata is, mondjuk egy King's Cross-ban, olyan negyed óra sétálhatja veszed a kijáratot, mindezt a föld alatt.
Szóval a térképészet nehéz, a digitális térképészet pedig még annál is nehezebb, és igazából az egyetlen egy megoldásunk jelen pillanatban az egészre az, hogy, bocsánat, az egyetlen megoldásunk jelen pillanatban az egészre az, hogy ki kell menni és meg kell nézni, hogy ott helyben azzal a térképpel, amit csináltam, lehet tájékozódni, vagy ki kell menni a más embereknek és szidni a térképet, hogyha nem sikerül. Úgyhogy ezt csinálja most az Apple. És hát itt van egy kérdés, ez az egyik kérdés, a másik azt, hogy bemutatom a három piacvezető térképet, az egyik a Nokia térképészeté nyilván, az egy autósabb térkép, a Google Maps térképe, az a klasszikus ismertett térkép, az OpenStreet meg hát ez a Benne vagyok a tévében című térkép, minden van rajta, csak találd meg. És alapvetően hát a vizuális hierarchia ugye mindegyiken más, úgyhogy ezt gondoltam így bemutatni térképészettel kapcsolatban, és mert én nem kérdezhetek magamtól, ezért most bátorítanám a társaságot. Senki? Nekem van. Ja, nem mondjad fel, hogy én azt kérdeztem, hogy mit kérdeznél magadtól először állam. Hát én hagytam három kérdezési lehetőséget, de ezt most úgy passzolna. Igen, ott a sorokban. Különböző tájékozódási pontokon tudnak mondjuk emberek tájékozódni, és mondjuk a nőknek és a férfiaknak így külön lehetne térképezni. Lehet, hogy mondjuk bizonyos cipőboltok számukra jobban tájékozódási képességet nyújtanak, majd nekem a promód nem annyit mond, mint egy lánynak, de ugyanakkor nem. Tehát, hogy az eltérés az ilyen 52%, 48% attól függ, hogy éppen miről van szó, tehát, hogy minimális és nem lehet ráépíteni. Vannak, tehát, hogy bizonyos dolgokban nyilván vannak izék, de nem, tehát mindegyen ugyanazokat az objektumokat, csak mondjuk márkák, azok, mondjuk egy Oriflame az inkább a nőket érdekli, tehát cégélek szempontjából azért más, de... Robi? Oké, értjük azt, hogy ez bonyolult meg minden, de hát, hogy ez a három már meg tudta csinálni, és akkor az ebből, aki megvett valamit, az akkor miért nem? Na most a Google Maps-nek 1100 alkalmazottja van, a Nokia Maps-nek 800, az OpenStreet meg pedig látjuk, hogy nem sikerült. Tehát, és a Nokia Maps-nál ott van azt itt, mint legnálunk Zseni, aki képes egy vizuális hierarchiát összealakítani. Ugye hatalmas problémánk az, hogy amikor ránézel egy térképre, akkor nincsen jelmagyarázat, semmi, rögtön észre kell tudnod venni, hogy az egy főutca, azok meg a mellékutcái, amik összekötik a főutcákat. És ez nem lehet káoszos, ez nem lehet kaotikus, nem lehet... Jó, tehát új szempontból persze ez oké, csak tehát egy nem... Hát az van, mondom, azt itt folyamatosan utazik, meg tehát egyszerűen be kell járni a világot. De ezt nem tesz meg az Apple? Ezt nem tette meg az Apple, úgy látszik, hogy amerikaiak, bár egyes izék szerint Los Angelesig se jutottak el, de a fő problémák, amiket panaszkodnak, azok nem ezek. Tehát a fő problémák az Amazing iOS Maps nevű Tumblr blognak a problémák 90%-ig, amit felvetnek, az valójában egy három közül valamelyik. Most visszagyarogolok gyorsan az elejére. Tehát a legtikusabb hiszti, hogy rossz helyen vannak az épületek. Na most a Yelp nevű adatbázis használják. Ugye Yelp egy közösség adatbázis. Közösség adatbázis úgy megy, hogy bemegyek a kocsmába, vagy a benzinkútra, és előveszem az iPhone-omat, tettem, ne? Igen, ott van az iPhone-om, és látom, hogy ez a kocsma még nincs fenn az adatbázisban, bepötyögöm. Igen, ám csak az iPhone-ban milyen GPS van, AGPS van az iPhone-ban. Ez az, ráadásul beltérben vagyok, beltérben az igazi GPS adat az olyan 10 percből fog megérkezni, annyi türelmem nekem nincsen, ezért az iPhone elkérje a legközelebb bázisállomás helyét, és ha megnézzük, a legtöbb rosszul jelölt hely, itt is a Burger King egy nagyon magas épületben van, és hát hova érdemes rakni bázisállomásokat? Tipikusan nagyon magas épületekbe. Úgyhogy, vagy olyan is, hogy az iPhone a legutolsó koordinátát bekiabálja, ha még ezt se találja meg, és akkor van egy 10 km-es tévedés van. A felhasználó, aki bejelölte, onnan jött, 10 km alapjáról, az iPhone csak erre emlékszik, és addig, amire megtalálna a helyét, addig már begépelte és beküldte a Yelpnek, hogy ez a koordináta tessék. Úgyhogy ez a panasz, de ez technikai panasz. Igen? Az Apple ugye azzal biztatta a felhasználóit, hogy minél többen fogják használni, annál jobb lesz a térkép, tehát hogy öntanuló módon. Igen. Még ez mit jelent? Ez speciál öntanuló, tehát hogy itt te hülye vagy, ez nem itt van. Van egy ilyen gomb rá. Ez itt öntanuló. Ugyanakkor az, hogy azt a részét próbáltam megmondani, meg elbaszták, bocsánat, elrontották az importot is.
Tehát alapvetően SQL exportokban kommunikálnak a térképészeti cégek, és elrontották az importot, ezért beleírták, hogy aminek a nevében park van, az jelölt zölde. Komplett városrészek vannak van a nevében park. Én például egy Nádorkert nevű városrészben lakom, mint ez kiderült, tehát hogy Budapesten, teljesen zöld. Úgyhogy ilyen. Ezt ki kell javítani, ezzel nincs mese. Az alapvető probléma, hogy nem fognak tudni megoldani, hogy mi a fontos és mi nem fontos. Ez rettenetes, sok éves tanulás kell, és hát oda kell menni, és megpróbálni tájékozódni. És tudatosnak kell lenni abban, hogy hát ez most miért nem ment. Volt egy utolsó kérdés felik hátra mögött. Igen? Hogy igazából, amikor így pontatlan a GPS-nek, nem tudom, mert zárt helyen van, akkor így háromszögeléssel miért nem tudják ezek egészen pontosan? Mert amire a másik kettőt megtalálod, ide is begépeli. De beltérben mindig pontatlan lesz a GPS, a GPS-t alapvető arra találták ki, hogyha nekem van egy rakétám, akkor a beltérből ott kültért csináljon. Tehát, hogy a GPS elsődleges feladata a rakéta pozícionálása az amerikai hadseregnek, amit tökéletesen meg is csinál, tehát erre teljesen jó, és teljesen jó az a 1x1 méteres nagyságrendi pontosság, mert akkor egy tank vagy egy lövészágyú. Tehát, hogy ez teljesen jól működik. Beltéri pozíció és a GPS-nek technikailag soha nem lesz, hanem mindenféle ilyen wifi jelekből, meg egy plázában van azért belső bázisállomás, és akkor annak a jelenlőségéből, de amire mind a hármat összeszedi egy 3G hálózaton, tehát hogy egy 3G hálózat is azért két-három bázisállomással tart kapcsolatot, de amire mindegyiknek, hogyha nem 3G van, akkor csak egyet, ha meg 3G van, a kettő is csak így körülbelül a lövidet. Tehát lehet, hogy belövi a folyó közepére, mert lát egy budait, meg egy pestit, és akkor a kettőt kiátlagolja. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet.